Sziasztok, ez itt a Binding of Isaac, egy kis szünet után. Abban a szünetben BF videókat töltöttem föl. Egyszerűen nem tudok több videót feltölteni, ugye. Szóval több fajta van, mert ha már elkezdtem azt végigjátszani, akkor minél előbb szeretnék túl lenni rajta. Oda be kéne jutnom majd. Ó, ez nagyon jó. Egyik kedvencem, Polyphemus. Ez egy nagyon nagy demi-csapot ad. Ó, azt pedig nem akartam kinyitni. De azért nézzünk be. Reménykedtem, hogy van bent valami greedy. Vagy nem tudom, hogy hívják az greedy. Már nagyon elfelejtettem a nevét. Na, jó, azt nem fogom szétlőni. Lehet, hogy most második pályán kulcs nélkül maradok, mert a játék elszórta az enyémet. Szép damage-em van. Még át is megy az ellenségem. Már csak egy kis range-et kellene találnom. Mert az nagyon jó lenne. Jó lenne. Ott egy kis HP. Házi palinka. Ó, HP. Még HP. És menjünk a következő pálya. Ó. Az ott magától halt meg? Jó, könnyű így játszani, és itt egy kulcs, most nem nyitom ki ezt a... Ó, még egy kulcs. Most kinyithatnám, de nem lenne értelme. Most ezt így fogom megcsinálni. Ó, kettőt egyszerre. Hopp. Ez milyen szép, hogy van egy szeme, és ez is be van kötve. Ez mit is csinál? Brother Bobby. Ja, ez csak segíteni fog. Oké. Okay. Direkt megyek így. Az vagy, hogy nem halt meg. Nem találtam el. Ó, ez kell. És nézzük meg, hogy mi van itt. Ó, ez kell. Ó, ez nagyon jó. És ott is van a boss. Oh. Oké. Okay. Na, Larry Junior, az most egészen jó. Ó, oh, így nem jó. Hogyha általában az lenne nagyon jó. Na, de igen, a harmadik pályán már remélem kapok egy kis fénycsapot. Mit? Menjünk is le. The cave is egy. Akkor már tudjuk, merre megyünk. Na, gyere. És akkor itt rögtön jobbra. Oh! Ez köcsög húzás. Még abban is kettő kell? Pedig maximum van a sebzésem még a fölött. Ez pedig egy lövéssel. Ez nem túl igazságos, hogy azokat a kis szarokat ilyen nehezen lehet megölni. Zöldet akarom utoljára hagyni. Speed plus range, az jó. Ez nagyon jó. A speed és a range pont jól jön. Remélem, hogy ez nem megy a sebzés kárára.
megint egy ilyen kis szoba. Ez semmi. Nekem ez semmi. És most időben is nézek. Csak egy bomba. Szóval semmi plusz. Oké, nézzük ki a boss. Fisztula. Oh. Nem azt hiszem, hogy ennyire megsebez. Pedig ő egy nagyon könnyű boss. Most csak könnyű bosszokat dob. Ó, ez megint speed. Ó, igen. Ez nagyon jó. Na, Curse of Darkness már megint. Az azt jelenti, hogy be vagyok kerítve. Rohadjatok meg! Ó, egy titkos valami. Ne rohadjatok meg. Vagyis hát rohadjatok meg csak. Egy szívem bekerült. Ez a sok pénz. Igen, még mindig egy szívembe került, mert nem adott szívet a tűz. Ó, ez pedig most a pénzemet fogja elvenni. Szeres. Odaadja valamiért cserébe, aztán elviszi. De nem, mert kicsereztem azokat a tolvajokat. Én csak tolvajoknak hívom őket. Ezt itt ki. El aztán több kulcsot fog adni, vagyis hát fog dobálni pályák között. Ezek meg követnek. Ezt csak most nézem. Ó, rohagyjatok meg. Most te adjál valami HP-t. Ne pókod HP-t. Ne is bombát, az nem jó. Ó, ez pedig csak lopni fog. Pedig már elmenekül. Kijutott valahogy. Ó, egy pirula. Először megöljük ezeket a legyeket, mert nem szeretném, hogy belém jöjjenek. Na most ennek a pirulának mindenképpen jó dolgot kell adnia. Vagy health up, vagy full HP legyen. Full HP az úgy hangzik, mint a Full HD. Tírza. Az is jó. De én jobban aggódok Kane élete miatt. Most még jobban aggódok. Temperance. Most már nagyon aggódok. Hogy miért kell mindig ellopni ezeket a cuccokat? És miért van az, hogy mindjárt meghalok? Miért kell kicsinálnia ennek a játék? Na jó. Sziasztok, ez egy gyors epizód volt. Még lesz ilyen.